Hello, srácok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a haladó C++ órákat, ha szabad így fogalmazni. És a mai alkalommal folytatjuk azt, amit szerdán elkezdtünk, nevezetesen a iterátorokkal foglalkozunk. És az iterátorok kapcsán most rá fogunk pillantani egy új, hát idézőjelben új adatszerkezetre, és megnézzük azt, hogy úgy nagyjából a C++ Standard Template Library kapcsán, tehát az STL kapcsán milyen gondolatok, milyen ötletek jelennek meg, illetve hogy hogyan is tudjuk ezeket az adatszerkezeteket használni. Ugye a lista adatszerkezetről lesz szó konkrétan. Első körben meg fogunk nézni egy nagyon egyszerű kis alapimplementációt, nyilván nem a teljes implementációt, ez nagyon fontos, hogy tehát egy nagyon alapimplementációt, hogy mégis, hogy hogyan is néz ki az STL-ben egy ilyen listaadatszerkezet. Nyilván csak nagyon alapszinten, mert tehát arra most nem nagyon vállalkoznék, hogy egy teljes STL-es adatszerkezetet elkészítsek. Nem is erről szól a dolog, nem is ez a lényeg. Ezt fogjuk megnézni. Ebbe a nagyon egyszerű kis implementációban meg fogunk írni egy iterátort. Tehát tényleg egy nagyon alap kis iterátort. És ezen felül pedig írunk majd egy kis példát is, hogy miért is jó nekünk ez a lista adatszerkezet. Ugye beszéltük arról korábban, hát nem itt a haladó C++ órák kapcsán, de még prog egyen, hogy illetve beprogon is, hogy milyen hasznos, meg milyen jó ez a standard vektor adatszerkezet. Hát azért nem minden esetben olyan szuper az, de egyébként nagyon jó használható. Mindegy, meg fogjuk nézni, hogy miért is érdekes ez a lista. Oké is. Sziasztok, üdvözöllek! Titeket is. Mumblét, Para, Manvio, tök jó, hogy itt vagytok. Para, hát ha meglett az adatszerből a jegy, akkor probléma nem lehet. Jó, oké. Kezdjük is neki. Így van, Para. Csak azért, mert ugye jött a hír, hogy csúszik egy kicsit. Na, szóval akkor kezdjünk is neki. Picit rajzolgatni fogok. Két okból is. Egyrészt az, hogy szemléletesebb legyen a dolog, másrészt az, hogy gyakoroljak egy kicsit ezzel a rajzoló táblával. Hát elnézéseteket kérem, hogy egy kicsit bénázni fogok, de az elején ez ilyen. Na szóval, ugye beszélgettünk arról, hogy van nekünk egy ilyen vektoradatszerkezetünk. Ugye ez a standard vektor. Na most hogyan is néz ez ki úgy nagyjából? És próbálom úgy nagyon egyszerűen lerajzolni. Ugye valami ilyesmi rajzra emlékezhettek talán még a BevProgról, hogy ott azért nézegettünk ilyeneket. Hogy hát van valamilyen ilyen kis, nyilván az egész egy osztályban van implementálva, és akkor van itt valamilyen szám, hát ezen majd mindjárt javítok egy kicsit. Ahogy mondtam, egy picit még béna vagyok ezzel a rajzoltáblával. Ugye itt van nekünk valamilyen szám, ugye ez azt jelzi nekünk, hogy éppen aktuálisan hány elem van használatban ebben a vektorban, illetve van nekünk egy pointerünk, ami egy tömbre mutat, most csak így nagyon egyszerűen, opa, csak tényleg így nagyon egyszerűen lerajzolva. Tehát, hogyha hány elemünk van nekünk egy pointerünk, ami a heap-en lefoglalt memória területre mutat, ugye annak az első elemére, és ugye itt vannak nekünk konkrétan már azok az elemek, amiket ebben a vektorban mi tárolunk, és mi használni szeretnénk. Így szépen egymás után, hát most ez így nagyon ilyen fatengelyes lesz. És akkor ugye beszéltük azt, hogy nyilván ez ugye a vektor az egy sablonosztály, és akkor itt lehetnek akármilyen elemek, tehát lehetnek integerek, karakterek, de akár vektorok is, pointerek, vektorokra, tehát sok minden lehet itt ugye.
És akkor ugye hogyan tudjuk ezt bejárni? Hát nyilván erre is van egy iterátor, mint a legtöbb ilyen standard template library-s adatszerkezetre. Ugye van nekünk egy iterátorunk egyrészt a... Tehát van nekünk egyrészt egy iterátorunk, bocsánat, ugye a kezdőelemre, illetve van nekünk egy iterátorunk, ami az end lesz, az pedig a végére fog mutatni, de hogy egészen pontos legyek, a vége utáni elemre, tehát egy olyan elemre, ami már igazából nem része ennek a vektornak, tehát ez már nem lesz a része. Jó? Ugye ezt hívjuk úgy, hogy ezt tudjuk úgy elérni, hogy ezzel a beginnel, legalábbis ideális esetben, ugye ez lesz a begin, illetve van nekünk egy end, és ezt pedig ezzel tudjuk elérni. Ezzel az enddel. Jó. Hát elnézést, hogy egy kicsit ilyen amilyen, de tehát mondom, még most tanulom ezt a rajzoló táblás dolgot. Na jó, a lényeg, hogy a standard template library-ben a vektor most nagyon sablonosan valahogy így néz ki, hogy még egyszer ugye van nekünk valami kis adminisztratív adatunk, hogy éppen aktuálisan hány elem van, de ugye ez kiegészül azzal, hogy hány elemnek van memória foglalva, mert az ugye nem ugyanaz, akkor van egy pointerünk, ami ugye a lefoglalt memória területre mutat, és akkor itt vannak már a konkrét elemek, és itt tudjuk őket elérni. Ugye nyilván a vektorban működik a subscript operátor is, tehát ez a sima hát szögletes zárójel úgymond, és akkor ide valamilyen értéket be tudunk írni, és akkor ez ennek a vektornak a négyes számú eleme lesz, tehát az ötödik, ugye. Jó, és akkor ezen fel ugye van itt nekünk ez az iterátor, ami ugye gyakorlatilag egy pointer lesz az elemeire, és akkor van begin, van end, ugye a begin lesz az első eleme, az end meg az utolsó, és akkor ugye szépen itt végig tudunk ezen utazni. Oké, na most, hogy jön ide a lista, és miért érdekes nekünk a lista? Ugye most gondoljunk bele, hogy van nekünk ez a vektor adat szerkezetünk, és ebbe szeretnénk valamilyen nagyon hosszú szöveget, szöveget írni, amiben majd javításokat is kell eszközölni. A helyesírás hiba alapvetően első körben véletlen volt, de ha már így benne maradt, akkor pont kapóra jön. Na most, ugye van nekünk ez a vektor, tehát egy ilyen milyen adatszerkezetet tudnánk erre használni, hát mondjuk példányosítunk egy ilyet, aminek alapvetően semmi értelme, mert hasonlóra ott lenne ez, hogy ugye ez a standard string, tehát ugye a sima string, de a stringet azért, hát konténernek nevezni nem biztos, hogy szerencsés, amúgy alapvetően az, de én nem nevezném annak, úgyhogy csak a példa, az egyszerűség kedvéért maradjunk ennél a karakter vektornál tulajdonképpen. Na most, hogyan tudjuk kijavítani ezt a hibát egy ilyen vektor esetén? Hát ugye első körben valami olyasmit kéne csinálni, hogy nyilván meg kell keresnünk, oké, rendben van, tehát hogy hol van ez a hibás karakter. Ez még mondjuk egy dolog, szépen végig megyünk egy iterátorral ugye a stringen, vagy hát ezen a vektoron, megkeressük, hogy hol a hiba. Jó, megvan a hiba, mit kell csinálnunk? Hát először is, hát vagy azt csináljuk, hogy először kitöröljük, de ugye mi történik, ha kitöröljük? Ami ezután a karakter után van, azt mindent egy jel előrébb kell hozni. Na most, ugye miért van ez? Ugye azért, mert itt a vektorban ez a memória terület, úgymond ilyen folytonos memória terület, ugye ez kvázi egy sima C-szerű array tulajdonképpen, és ezt, hát olyan sok lehetőségünk nincs azért, tehát olyan nagyon bravúros dolgokra nem képes ez a dolog, ugye, hogyha kitörlünk innen egy karaktert, akkor ezt az összeset egy helyen előrébb kell mozgatni. Jó.
Most nyilván, hogyha meg ki akarjuk javítani, tehát be akarjuk ezt ide illeszteni, akkor ezeket szépen egy helyen hátrébb kell vinni. De még egyszerű példát, hogy mondjak, ha mondjuk kimarad egy karakter. Jó, akkor megint az van, hogy meg kell keresnünk a helyet, jó, az még mondjuk nem olyan vészes, de ide be kell illesztenünk egy karaktert, és az összeset egyel hátrébb kell tolni. Na most, alapvetően ez egy ilyen hosszúságú szövegnél nem olyan nagy probléma, tehát most egy mondatnál azért ez nem észrevehető dolog, de hogyha mondjuk egy baromi hosszú szöveget szeretnénk itt tárolni, mondjuk ilyen 70 ezer karaktert, akkor azért már érezhetővé válik az, hogy ezeket a memória műveleteket nekünk itt meg kell csinálni. Jó? Tehát ez már azért érezhető lesz, és még a 70 ezer karakter az nem is olyan sok. Mi lehet erre a megoldás, vagy mi az, amit erre kitalálhatunk? Ugye most mondhatnánk azt, hogy próbálok belenagyítani, de jó, tehát mi lehet erre a megoldás? Ugye egyrészt nyilván különszedhetnénk külön vektorokra, és akkor külön-külön kezeljük, ez egy aránylag jó megközelítés, de én most javasolnék egy olyat, hogy tegyük be a dokumentumunkat egy ilyen lista adatszerkezetbe. Na, hogyan néz ki egy ilyen lista adatszerkezet? Most megint megpróbálok rajzolgatni. Ugye a lista adatszerkezet az hát valahogy úgy néz neki, hogy vannak nekünk elemeink, amiket egyébként linknek hívunk. Hát nem is tudom, hogy magyarul ezt hogyan érdemes nevezni, hát legyen link. Mondjuk egy elem, egy ilyen, tehát egy lista elem, de majd para mondja, úgyis megvan neki a tárgy, hogy ezt magyarul hogy hívják. Jó? Tehát itt vannak nekünk ilyen lista elemeink, és ezek a lista elemek össze vannak láncolva ilyen egyszerű nyilakkal. Jó? Hát van ilyen egy irányba láncolt lista, van két irányba láncolt lista, megpróbálok így úgy is rajzolni egyet, hát ez így rettenetesen néz ki. De mindegy, tehát ezt hívjuk ilyen két irányba láncolt listának, tehát az, hogy van egy olyan része ennek az elemnek, hogy ami a következő elemre mutat, meg van olyan, ami az előzőre. Csak hogy kicsit szemléletesebbek legyünk, rajzoljunk le egy ilyen elemet is. Itt van nekünk egy ilyen link, és ebbe a linkbe egyrészt van egy érték, tehát van egy értéke ennek a elemnek. Hát mondjuk, hogyha ezek ilyen integerek, vagy karakterek, vagy mondatok, hol is van? Itt van a szöveg. Tehát ha mondjuk ez egy integer, akkor itt van egy ilyen érték, 5. Jó, szuper. Na de, hogyha mondtuk azt, hogy ugye van előre és hátra mutató pointer, akkor van itt egy ilyen rész, illetve van még egy. És ezek tulajdonképpen pointerek, amik mutatnak egyrészt a következő elemre, meg az azt megelőző elemre. Jó. Hoppá. Na most, alapvetően ez így még éppen jó is lenne, tehát ez így egy jó megközelítés, de mégis mire használjuk ezt, meg miért érdekes ez? Most tegyük föl, hogy mondjuk ide szeretnénk mondatokat írni, tehát itt nem egy szöveg van, hanem egy ilyen, hát vagy karaktervektor, igazából azt sem mondanám olyan rossznak, de akár lehetnének stringek is, vagy sok más egyéb, tehát legyen mondjuk ez itt tényleg egy ilyen sima vektor, de mondom lehetne string is, igazából teljesen mindegy. Ugye, és akkor hogy miket rakunk egy ilyen vektorba? Hát mondjuk egy ilyen vektorban legyen egy mondat, vagy egy sor, talán az úgy még egyszerűbb, hogyha egy sor van, és mondjuk egy ilyen 70 ezer karakteres szövegnél, mondjuk az nyilván nem egy sorban van az egész, vagy hát legalábbis nagyon ritka az, hogy egy sorban ilyen szöveget írunk, mondjuk van hát 5000 sorunk, csak hasraütök mondtam valamit, és egy-egy ilyen sort akkor már külön-külön tudunk kezelni, külön-külön tudunk
elérni. Tehát, hogyha arról lenne szó, hogy mondjuk egy sorban ki kell cserélni egy szöveget, akkor nem az van, hogy a teljes adatszerkezetet módosítani kell, hanem elég csak azt a kis részt megkeresni, tehát azt az egy sort megkeresni, és ha az megvan, mondjuk teszem azt, ez a 15. sor, akkor a 15. ilyen listaelemet megkeressük, és akkor azt elkezdjük hekkelgetni, abban elkezdjük ugye javítani a szöveget. Valamennyit spórolunk, tehát mindenképpen valamennyit spórolunk ugye a feldolgozáson, nyilván mert nem kell olyan sok memória műveletet elvégeznünk ugye a tologatások miatt, viszont ugye ennek van némi overheadje, tehát memória overheadje. Ugye nyilván nem egy vektorba van rendezve az egész szöveg, hanem több vektorba is. Nyilván így akkor több magának a vektor adatszerkezetnek az overheadjei is összeadódnak, illetve van nekünk ez a két pointer. Ugye ami plusz memória területet fog nekünk foglalni. De hát ez a klasszikus trade-off ugye a feldolgozási sebesség és memória használat között, hát ugye valamit valamiért. Na, amit ma fogunk csinálni, ja és még mielőtt elfelejtem, ugye itt van egy ilyen dolog is, hogy ugye a listaiterátort ne felejtsük el, hogy az is hasonlóan működik, mint a, pontosabban hasonló az elmélet mögötte, vagy az intuíció mögötte, mint a vektornak az iterátora mögött. Tehát az, hogy van nekünk egy ilyen iterátor, ami a legelső elemre mutat, ez ugyanúgy a begin, illetve van nekünk egy másik iterátorunk, ami a lista utáni elemre mutat, tehát a lista rákövetkező elemre mutat. Hát ezt most így behúzom ide az éterbe, tehát fontos, hogy nem az utolsó elemre mutat, hanem az utolsó utáni elemre mutat. Jó, tehát ez a begin, ez az end, és akkor így szépen tudunk léptetni. Hát miért tudjuk? Mert tudjuk, hogy a memóriában ugye ezek a pointerek megvannak, tudjuk, hogy hova mutat. Na, oké, és rendben van. Ugye, ami még itt fontos, hogy nyilván ezek a listaelemek, ezek nem egymás után vannak a memóriában, hanem hát mondhatnám úgy, hogy szétszórva valahol. Jó, tehát nem úgy, mint itt a vektor esetében, hogy ez egy C-szerű tömb, ahol szépen egymás után vannak az elemek. Most az, hogy nyilván ezek az elemek pontosan mik, ugye nyilván, hogy lehetnének ezek mondjuk vektor pointerek is, de ettől még azok a pointerek itt szépen egymás után fognak sorakozni ebben az array-ben. Jó? De nyilván itt azért ritkán szoktunk ilyen, hát előfordul, hogy pointereket tárolunk itt, mindegy, ez most nem olyan érdekes, jó? A lényeg, hogy ezek a lista elemek szétszórva vannak a memóriában, de azért tudjuk megtalálni őket, mert nyilván a link szerkezetben benne vannak a pointerek, hogy ezek pontosan hol vannak. Oké, és rendben van. Na, akkor szerintem a rajzolgatás úgy nagyjából ennyi lenne, tehát szerintem ez alapján már úgy nagyjából szemléletes, hogy mit is szeretnénk itt most csinálni. Ugye egyrészt fogunk csinálni egy ilyen lista elem adatszerkezetet, nyilván az kelleni fog a listához. Ezt fogjuk most első lépésben megcsinálni. Második lépésben pedig fogunk egy nagyon egyszerű kis dokumentum adatszerkezetet készíteni. És ez a dokumentum adatszerkezet, tehát ki is fogjuk próbálni. Úgy fog kinézni, hogy nyilván lesz egy ilyen listánk, és a listában ilyen stringek lesznek. Jó, és ahhoz fogunk egy kis iterátort, amivel majd be fogjuk tudni járni. Ez a mai napi teendő. Na, úgyhogy kezdjük is el. Rögtön ezzel a lista adatszerkezettel. Bocsánat, csak rápillantok a jegyzeteimre, nehogy kimaradjon valami. Jó, na tehát akkor hogyan is nézzen ki egy ilyen lista adatszerkezet, vagy hát pontosabban egy ilyen lista, és annak egy ilyen linkje. Na most, amit itt meg fogok írni, ez egy nagyon incomplete implementáció lesz. Nagyon sok minden fog hiányozni belőle ahhoz képest, amit a rendes standard template library is lista tud nekünk adni, illetve amit tudunk használni. Nem azért csináljuk ezt most, hogy
hogy tényleg egy teljes implementációt adjunk a listáról. Majd amikor a dokumentumot implementáljuk, ott már rendes STLS listát fogjuk használni. Most tényleg csak rápillantunk arra, hogy forráskód szinten is lássunk ilyet, ne csak rajzba. Jó. Na és akkor nyilván kell nekünk egy link, tehát hogy a link a listába hogyan is nézzen ki. És hát gyorsan elmentem előtte, hogy legyen nekünk code highlighting. És jó, na tehát nyilván sablonosztásra csináljuk, mert szeretnénk, hát úgymond akármilyen típusú elemet ebben eltárolni. Nem elem lesz, hanem link. Jó, hát most sima struktúrát fogok használni, igazából mindegy, így nem kell olyan sokat bajlódni a láthatósági szintekkel, és struktúrában minden publikus, úgyhogy ezt fogjuk most követni. És akkor nyilván mi kell nekünk? Egyrészt kell nekünk egy link pointer a következő elemre. Ez a szak, ez a successive, tehát következő elem. Illetve kell nekünk egy pointer a megelőző elemre, tehát az előző elemre. Illetve kell nekünk egy érték, tehát konkrétan, hogy milyen értéke van annak az adott elemnek. Jó, tehát kell az értéke. Jó. Na most, ezen felül még csináljunk neki egy konstruktort. Ugye ez valahogy úgy kéne, hogy nyilván átadjuk neki az elemnek a értékét, illetve a megelőzőt meg a következőt. Hát alapértelmezetten kinullázzuk, de nyilván átadjuk neki a megelőző meg a következő címét is, következő elemnek a címét is. Akkor ezt csináljuk. Nyilván referenciával fogunk dolgozni, és itt ugye alapértelmezetten kinullázzuk ugye a megelőzőt és a következőt, mert nyilván, hogyha csak egy alapüres linket hozunk létre, tehát kezdetben ugye ezek legyenek kinullázva. Jó, egyébként meg adjuk át nekik értékül, ugye amivel példányosítjuk tulajdonképpen ezt a... Nem csak szépen írok, hogy látható legyen. Jó, tehát alapértelmezetten pedig nyilván átadjuk nekik az értékeket. Jó, de egyébként üres testtel ezen felül már mehet a dolog. Jó, hát nagyjából egy link így néz neki, ugye, hogyha rajzra esetleg rápillantunk, megpróbálom így egymás mellé tenni valamelyest. Ugye valami ilyesmi is történik itt, tehát hogyha itt ránézünk erre, hát itt ez most egy ugye ilyen elemtípus lesz, nyilván mert sablonnal oldjuk meg, de hogyha ránézünk, akkor itt valami ilyesmi történik. Ha sikerül megmutatni. Jó, tehát itt van ez az elem, ennek van valamilyen értéke, illetve itt vannak ezek a link pointerek, ami nyilván ugyanilyen típusú elemre mutat. Tehát erre a linkre, csak itt van a megelőző, meg a következő. Oké is. Na, ezt akkor most le is csukom, mert úgy első körben nagyjából egy linknek valahogy így kellene kinéznie, így kellene mutatkoznia. Remélem nem írtam el sehol, de majd ez fordításkor úgyis kiderül. Na, és akkor kezdjük el megírni magát ugye ezt a nagyon egyszerű kis lista adatszerkezetet. Ugye nyilván ezt is templétesre kell csinálnunk, ugye ha már a link ugye az, akkor ennek is annak kell lenni. Nyilván ez már osztályba írjuk, mert itt már a láthatósági szintek azért számítani fognak. Tehát itt azért már lesznek fontos dolgok is, vagy hát lehetnek pontosabban. De mindegy, most egyelőre csak mindent beteszünk publikusra, mert jó lesz ez így most nekünk. Szóval kezdetbe kell nekünk egy konstruktor, ugye ami nyilván csinál valamit, ugye... Hát
Legjobb az, hogyha visszaad nekünk majd így van, tehát kell nekünk egy konstruktor, illetve nyilván lehet, hogy először inkább a példánytagokat kéne megcsinálni. Hát igen, ezt, hogy csináljuk meg a tagokat. Jó, tehát lesz ugye egy ilyen elemlinkünk, mondjuk ugye lesz egy ilyen first, és legyen egy ilyen elem linkünk, ami pedig majd az utolsó lesz. Jó, ez kelleni fog majd az iterátorhoz is, meg egyébként is. Jó, és akkor csináljuk azt, hogy példányosítsunk egy ilyen first-öt. Jó, tehát csináljunk egy ilyen példányt. És ezt pedig úgy csináljuk meg, hogy létrehozunk egy új. Hát, most csak az egyszerűség kedvéért, nyilván sokféleképpen lehet megkonstruálni egy ilyen listát. Most ez az alapértelmezett konstruktor, vagy hát alapkonstruktor legyen egy olyan, ami egy ilyen üres listát hoz létre. De nyilván az üres lista nem attól üres lista, hogy nincs benne elem, hanem tehát egy elem mindig kell bele. Ugye ez a link, ez legyen egyelőre üres. Jó? És ezt pedig úgy tudjuk, hogy nyilván hívjuk ennek a linknek az alapkonstruktorát, tehát ezt tulajdonképpen. Jó, tehát egyrészt legyen ez, másrészt pedig így van, adjuk, ezután pedig, hát nyilván a last-nak is adjunk értéket, annak pedig adjuk értékül egyelőre a first-öt. Jó, nagyon fontos, hogy ez a last, ez nem ugyanaz, mint az end, amit mutattam az előbb. Jó, az majd egy másik dolog lesz. Jó, na tehát amit csinálunk, hogy létrehozunk egy üres listát, de az üres lista attól üres lista, hogy van benne egy olyan elem, ami üres. Jó, ezt itt hozzuk létre. Ugye itt nyilván ugye az elemnek a alapértelmezett konstruktora fog lefutni. Ugye itt, hát hogyha integer, vagy karakter, vagy akármi, ugye az akkor lesz egy alapelem, és ott ugye kinullázzuk ugye a megelőzőt, meg a következőt. Jó. Rendben van, legalábbis reméljük. Na most, ezen belül hozzunk létre egy iterátort, pontosabban legyen itt bent az iterátor. Iterátor, ha nem írom el. Jó, ez egy ilyen STL-es megközelítés. Ugye az iterátor az mindig a konténeren belül van, tehát egy ilyen nested class. Ennek több oka is van, egyrészt mert mindig az adott konténerre van értelmezve az iterátor, tehát mindig az iterátort a konténeren belülre írjuk, mert arra, ahhoz írjuk meg egyrészt. Tehát nincs értelme globálisan definiálni ezt a iterátor osztályt. Másrészt pedig nem is lenne szerencsés, mert akkor, ha belegondoltok, minden iterátornak más nevet kéne adni. Tehát lenne egy, most egy hülyeség lenne egy ilyen, hogy vektoriterátor, meg lenne listaiterátor, meg hogy írunk saját adatszerkezetet, annak is saját nevet kéne adni. Jó? Így pedig majd úgy fogjuk tudni használni, nagyon elegáns, hogy mylist iterátor, mint ahogy tudjuk a std vektor iterátort is használni így szépen. Hát most lehet, hogy nem pontosan így néz ki, de így tudjuk majd használni. Jó? Tehát mindig a saját adatszerkezetünkre. Na, ezt ki is törlöm, csak tényleg egy ilyen nagyon alapkis magyarázat, hogy ezért van az, hogy az iterátort mindig az adatszerkezeten belül definiáljuk, mert ott arra értelmezzük, ott van értelme. Jó, máshol nincs értelme adott iterátornak. Jó, na és akkor implementáljunk pár alapfüggvényt. Pár ilyen alapfüggvényt. Ugye legyen egy ilyen beginning, ugye ahogy néztük az előbb is, és akkor ez adja vissza nekünk az elsőt, de ez ugye készíteni fog nekünk egy iterátort, amit majd később fogunk implementálni. És legyen egy ilyen end, hát ami most nekünk a egyszerűség kedvéért mutasson a utolsó elemre.
Jó, akkor kelleni, hát csináljunk egy insertet. Nem is biztos, hogy fogjuk használni, de szokott lenni. És akkor ugye az insertnek mi kell, tehát hogyha be akarunk illeszteni egy elemet, ugye egyrészt kell egy, kell neki adni egy pointert, tehát egy ilyen, kell egy iterátor, ugye hogy hova illesszük be, meg kell egy elem referencia, hogy hova illesszük be. Jó, hát ez alapban így szokott működni. Szerintem ezt nem fogjuk implementálni, csak tényleg így megmutatom, hogy ilyen alaplogika szerint ezek hogy működnének. Ugye nyilván, hogyha be akarunk illeszteni elemet, meg kell mondani, hogy hova. Emlékeim szerint ez úgy szokott lenni, hogy melyik elem elé, de majd javítsatok ki, ha tévedek. Lehet, hogy valamelyik, tehát vagy elé, vagy után, hova illesszük be, illetve egy kons referenciát ugye az elemről, hogy mit akarunk oda beilleszteni. Jó. És az, hogy ez hogy működik, hát nyilván ott a létrejön egy lokális példány, le is akár másolat is, hát ez már megközelítés kérdése. Jó, akkor általában szokott lenni egy ilyen, hogy ki akarunk törölni egy elemet, és akkor azt mondjuk megint csak egy iterátort adunk oda neki, tehát egy ilyen pointet, hogy melyik elemet akarjuk kitörölni. Jó, rendben van. Na, rápillantok a jegyzetemre. Oké, jó. Ezen felül még szokott lenni ilyen klasszikusan, hogy mondjuk ilyen függvények, hogy be akarunk illeszteni egyet ugye az adatszerkezet végére. És akkor, hát ez már ismerős lehet akár a vektor implementáció kapcsán is, ott ugye ez a pushback jön elő elég gyakran, de sok adatszerkezetben szokott lenni ez a push front is, és akkor ugye oda megint egy ilyen elem referenciát adunk. Ugye az, hogy hátra vagy előre illesztjük, ez már azért adja, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Tehát ide iterátor nem kell, mert nyilván a back meg a front az egyértelmű. Jó, na akkor ezen felül még szokott olyan lenni, hogy elkérjük mondjuk a legelső vagy az utolsó elemet, mondjuk nyilván akkor ilyen elem referenciát szoktunk kérni, és akkor amikor elkérjük a legelsőt, akkor visszaadjuk itt a first-öt. Például. Jó, de mivel a first az pointer, és mi referenciát adunk vissza, ezért akkor kell a dereferencia. Jó, de mondom, ugyanez lehet a backnél is. És akkor itt mit tudom én, a lastot adjuk vissza. Jó, mondom, ezeket már nem akarom olyan mélységeibe implementálni, mert nem igazán érdekes ez most. Jó. Ezért mondom, hogy incomplete lesz a maga az implementáció. Ugye itt rögtön látunk is már egy dolgot, hogy ugye a heap-en hozzuk létre az elemeket, és majd a push front is így fog működni. Most destruktort nem fogok elkezdeni írni, hiányzik, jó? Tehát nagyon fontos, hogy hát csak így kommentbe ide írom, hogy kell majd ide a destruktor. Most ezt nem fogom implementálni, mert tényleg nem az a lényeg, hogy teljes legyen, csak tényleg, hogy pillantsunk rá, hogy hogyan is működik ez. Ó, ez tényleg egy ilyen lista adatszerkezetet ahhoz, hogy jól és pontosan működjön, az nagyon sok idő implementálni. Jó, na és akkor ezen felül pedig itt van nekünk ugye maga az iterátor, tehát azt is implementálnunk kell. És ezt meg is fogjuk tenni, mert ezt majd használni is fogjuk. Jó, és akkor hogyan is néz ez ki? Ugye ez is nyilván ilyen templétes, tehát sablonosztályt fogunk használni. Ugye elemekre fog működni, és ugye meg kell mondanunk azt, hogy min belül akarjuk ezt implementálni. Hát ez az elem sablonosztályos mylisten belül lesz az iterátor. Jó. Na és akkor
nyilván itt milyen elemek vannak. Hát ugye egyrészt privát tagként fogjuk deklarálni azt a linket, ahol éppen vagyunk, mert ugye az iterátor van valahol éppen, és ezt mindenképp privát tagként kell, csak hogy kívülről ne tudjunk belenyúlni, ne tudjuk elrontani. Jó, és akkor nyilván jönnek a public tagok ugye az interfészhez, az iterátorhoz, hát egyrészt legyen nekünk egy konstruktorunk, ugye ezek a konstruktorok alapvetően úgy néz ki, hogy átadunk neki egy ilyen elem pointert, tehát hogy hova mutasson, és ugye ráállítjuk az aktuálisra. Jó, tehát ráállítjuk az aktuális elemre. Jó, tehát egy iterátor konstruktor mondjuk működhet így is, hát így az egyszerűbb szerintem. Persze itt aztán sokféle megközelítés van, mi most használjuk ezt, csak tényleg így első megközelítésként. Jó, és akkor nyilván ami egy ilyen iterátorban szokott még lenni, az a plusz-plusz-minusz-minusz operátor, tehát amikor mozgatjuk magát a pointert ugye az adatszerkezetünkön belül, és akkor ezeket is nyilván meg kéne nekünk írni. Hát, most már tényleg meg tudom leírni az iterátor szót. Ugye ezek referenciát adnak vissza. Ugye az operátor plusz-plusz. Ugye paraméter nélkül, és akkor ugye mit jelent a plusz-plusz? Hát az, hogy az aktuálist léptetjük a következő elemre. Jó, tehát tulajdonképpen ezt csinálja tulajdonképpen a plusz-plusz operátor. Tehát egész egyszerűen léptetjük egy elemet, tehát a következő elemre. Jó? És nyilván operátor, tehát visszaadjuk a self-referenced. Jó. Hát tulajdonképpen a nehéz dolgunk nincs, ugye alkalmazzuk a... De mindig elírom. Iterátor. Jó, tehát alkalmazzuk a copypastát, mert az fontos. Ugye a mínusz-mínusz hasonlóan működik, csak ugye annyit csinál, hogy az előző elemre, tehát egyel visszalépteti magát az iterátor, tehát a pointert. Jó. Na, ami még szokott kelleni, jó lenne értelmeznünk, ugye hozzá akarunk férni az elemhez, villantom a rajzot megint, hozzá akarunk férni az elemhez, tehát itt van nekünk az elem, ugye nyilván egy iterátoron keresztül tudjuk elérni ezeket a link elemeket, tehát próbálok rajzolni egy jó szemléletes nyilat, így van, tehát látjuk, hogy ez a nyíla teljes linkünkre mutat, tehát a teljes, tehát az elemre, nem az elemre, hanem a teljes linkre mutat, és ugye ez a teljes link, ez ugye tartalmazza ugye ezeket a pointereket, meg magát az elemet is, tehát az értékét ennek a linknek. Most nyilván ugye ezen keresztül érjük el, tehát kellene nekünk egy dereferencia operátor. Ugye a dereferencia operátorral tudjuk az értéket elkérni, de ugye itt mást fog csinálni a dereferencia operátor, mint amit mi akarnánk, nem is biztos, hogy alapértelmezetten jól tudna működni. Ugye ezért azt csináljuk, hogy fölül kéne definiálni, fölül kellene nekünk definiálnunk ezt a dereferencia operátort, és ennek a dereferencia operátornak az elem típus referenciát kéne visszaadnia. Leírom, mert lehet, hogy kimondva egy kicsit ijesztőnek tűnik. Tehát azt kell nekünk csinálni, hogy ezt a dereferencia operátort nekünk felül kell definiálni, ami mit fog csinálni? Nagyon egyszerű, visszaadja az aktuálisnak az értékét. Jó? Tehát az aktuális értéket. Mi az érték? Itt látjuk a linkbe, a link, az érték, tehát ez a val, ez egy elem
típusú objektum, hát ez lehet egy integer, lehet egy string, lehet sok minden. Az egyszerűség kedvé maradjunk az integernél. Tehát ez vissza fogja nekünk adni erre az integerre egy referenciát. Jó? Tehát ezt a referenciát. Milyen referenciát adunk vissza? Nagyon egyszerű, azért, hogy tudjuk módosítani is, ha akarjuk. Visszaadhatnánk pointert is, csak akkor kívül azt is dereferenciálni kéne, meg ilyesmi. Jó, nagyon egyszerű, egész egyszerűen visszaadunk egy referenciát magára az értékre. Jó, tehát itt a linken belül egész egyszerűen felül definiáljuk a dereferencia operátort, hogy az adja vissza az elemünk, adjon vissza az elemünkre egy referenciát. Jó, okés. Na. Egyébként, hogyha tényleg kérdésetek van, nyugodtan dobjátok be ilyen aszinkron módon a chatbe, vagy hogyha valamit nem értetek, és akkor a gondolat végén visszatérünk rá. Okés. Na, akkor ami még szokott kelleni, és egy iterátornál nagyon hasznos, nyilván amúgy nem nagyon fog működni, az az egyenlő nem egyenlő operátor, tehát ez a bool. Tehát ugye fontos, hogy nem a értékadó operátor, hanem az egyenlőség operátor. Jó. Úgyhogy akkor ezeket is írjuk meg. Ugye egyrészt nyilván át kell neki adni, hogy mit akarunk mivel. Hát ugye az, hogy mivel akarjuk, az maga az objektum, amit meg ugye át kell neki adni ugye a jobb értéket. Jó? Csak hogy magyarul beszéljek. Tehát nyilván ez egy const reference lesz, és ez lesz a B, ez a jobb érték tulajdonképpen. Tehát egy const referenszünk lesz, és ugye az operátor is const operátor, tehát konstans operátor, ezzel jelezzük ugye a fordítónak, hogy nem akarjuk módosítani az operátoron keresztül a semminek se az értékét tulajdonképpen. És itt egész egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy visszaadjuk a kettőnek az egyenlőségén, most bocsánat, hogy ilyen pongyolán fogalmazok, tehát ez azt fogja visszaadni, ez igazat fog visszaadni, ugye látjuk, hogy bool típus, tehát ez igazat fog visszaadni akkor, hogyha az aktuális elem lemutató pointer, meg a paraméterül átadott linknek a mutatója ugyanoda mutat. Jó, tehát ugye iterátorról beszélünk, tehát itt pointerek közlekednek, meg pointerek vannak. Két iterátor akkor legyen egyenlő, ha ugyanarra az elemre mutat. Jó, tehát nagyon fontos, hogy itt nem az elem a lényeg, hogy az milyen értékű, hanem az, hogy ugyanarra mutasson. Jó, és ha ez megvan, akkor adjon vissza igazat, egyébként meg nyilván hamisat. Jó? De ha megírjuk a egyenlőt, akkor írjuk meg a nem egyenlőt. Amit hát nyilván tudunk most már alapozni a... Hát tudnánk alapozni, de mindegy, az egyszerűség kedvéért simán csak lecifrázzuk. Amikor nem egyenlő, akkor adjon vissza igazat. Jó. Hát ezeket meg szoktuk tenni. Hát is úgy nagyjából maga az iterátorunk csak az egyszerűség kedvéért legyen ennyi. Jó. Rápillantok itt a chatre közben. Mambio egy referenciát ad vissza arra az objektumra. Ami hát most mondhatnánk, hogy az értéke, de nem, hanem egy referencia rá, tehát egy új név. De ugyanaz, mint hogyha ha így hivatkoznál rá simán. Jó? Tehát elem val, csak egy új név lesz ugyanarra az elemre, tehát ugyanúgy tudod használni. Oké. Hát Asztrik, tessék megtanulni a C++-t. Nagyon fontos. Jó, egyébként tényleg hasznos ezeket így látni. Jó, de okés. Na, mindegy, a lényeg, menjünk tovább. Tehát van nekünk egy iterátorunk, meg van nekünk egy osztályunk, tehát ez a mylist osztály, ami
incomplete, nagyon fontos, még egyszer kihangsúlyozom, incomplete, és nagyon tehát hibásan működik, de most ilyenünk van. Jó, csak hogy tényleg lássuk, hogy miért is, tehát hogyan is működnek, tényleg csak szemléltetésképpen írjuk ezt most meg. Jó, na, ami még itt kell nekünk, csak hogy tudjuk is ezt a listát használni, mert mindjárt ki fogjuk próbálni, hogy ezt a push frontot írjuk már meg, mert ez kelleni fog nekünk, csak hogy tényleg ki tudjuk próbálni, mert majd ilyen értékeket fogjunk ebbe a listába betenni, és akkor, hogy tényleg működjön. Hát ezt itt kint fogom megírni, csak hogy a káosz az mindenképpen és minél hamarabb eluralkodjon. Hát void, ugye? És akkor ezt min belül írjuk, ugye a mylist elem objektumon, vagy mylist elem osztályon belül. És ott a front függvény, aminek ugye paraméterül kell adni azt, hogy mit akarunk az elejére tenni. Így van. De majd meglátjuk. Jó, és ugye itt az elejére tesszük, push front lesz, így van, az első elem lesz, és itt egész egyszerűen csak létrehozunk new-val, tehát megint a heap-en, tehát megint nagyon fontos lenne, hogy legyen destruktorunk, de nincs. Tehát egy új elemet fogunk létrehozni, és itt pedig úgy, hogy itt már nyilván paramétert is fogunk adni. Tehát ugye egyrészt, ugye itt kell a v, hogy is van. Igen, itt van a linknek a konstruktora, tehát kell a v, tehát át kell neki adni a v-t, tehát amit be akarunk az elejére tenni. Na most rákövet, tehát megelőző nem lesz, ugye mert az elejére tesszük, tehát oda jó marad a nulla. A rákövetkező pedig ugye az eddigi első lesz. Így van, az pedig a first. Így van. Bobby szeptembertől lesz. Szeptember közepe fele indul. Úgyhogy mindenképp kövesd. Jó. Okés. Na, szóval még egyszer mi történik? Ugye a push frontot használunk, tehát a lista legelejére akarunk egy elemet betenni. Nyilván így a legelső elemnek fogunk értéket adni. Tehát ez lesz a legelső elem. Heap-en példányosítunk egy ilyen új linket, és mi lesz a paraméter? Ugye maga az elem lesz ugye az elem, értelemszerűen. Ugye megelőző elemünk nem lesz, mert legelső elem, tehát az továbbra is null pointer lesz, tehát nullával fogjuk. Ugye a pointernek, ha így adunk értéket, akkor az nulla lesz. Mármint, hogy null pointer. Jó, viszont a rákövetkező elem, az meg legyen az eddigi first-nek a címe. Ugye? Mert hogy a first az egy memória cím. Jó, rendben van. Oké, és hát szerintem ez így eddig rendben van. És akkor már van push frontunk is. Jó. Okés. Na. És mielőtt elkezdenénk a main-t, akkor ha van kérdés, dobjátok be. Csak még egy gondolat, Pubi. Mondom, szeptember közepétől lesz, és az párhuzamosan fog futni a Debreceni Egyetemi, az informatikai kar BevProg, tehát bevezetés a programozása tárgyába. Hát nem azt mondom, hogy ilyen hivatalos kiegészítő lesz, melyet nem merek mondani, de tehát ilyen segédanyag szinten lesz.
Igyekszek itt mindent videóba elmondani, amit amúgy órán is elmondanék. Tehát mondom, egy teljes egyetemi bevezető prokkurzus fog itt lemenni, leszámítva hogy a kontaktórákat, mert azt Twitch-en nem nagyon lehet. Jó. Oké is. Na, kezdjük el akkor a main-t, hogy ki is tudjuk próbálni. Ki is tudjuk próbálni. Jó. Oké, és akkor kéne egy példány. Tehát nyilván csináljunk egy példányt. Hát egyelőre simán integer, nem kell túl cizellálni a dolgokat. Tehát egy simán ilyen integer listát csináljunk, ne bonyolítsunk most az életünket. És akkor ebbe a listába kezdjünk el értékeket beírni. Hát valamilyen nehezen érthető módon. Jó, csak hogy a zaj az meglegyen. És ebbe a listába használjuk ugye a mi általunk megírt pushfront függvényt. Tehát megírjuk a pushfront függvényt. Ugye megírtuk a pushfront függvényt, most már használhatjuk. Jó. Szerintem eddig rendben vagyunk. Tényleg a jegyzeteimre ránézek. Jó, na és akkor csináljunk egy ilyen iterátort. Gyanús, hogy mintha valami hiányozna, de na mindegy, kipróbáljuk, aztán majd látjuk. Reméljük, hogy nem rontjuk el. Jó. Hiányzik valami, hogy mindjárt kitérek rá. De nem valószínű nem fog nekünk kelleni. Na, és akkor csináljunk egy iterátort, vagy hát mit csináljunk? Ugye most már van nekünk egy listánk, amiben olvasunk valamit. Jó, tehát szépen beolvassuk az értékeket. Valami egyszerű kis gagyi dolgot csináljunk, mondjuk keressük meg a legmagasabb elemet. Legmagasabb, legnagyobb értékű elemet. Jó? Jó, és akkor erre írjunk egy nagyon egyszerű kis függvényt. Ezt már szerdán is csináltuk. Nagyjából ugyanazt fogjuk most is csinálni. Így van, tehát ugyanazt fogjuk megint csinálni. Tehát egy ilyen I-függvényt fogunk készíteni. Ezt már megcsináltuk egyébként tényleg szerdán. Mondom, first, last, tehát ugye ami szépen az elejétől végig megy a mi kis adat szerkezetünkön, és megkeresi a legmagasabb elemet. Jó, na mondom, tehát tényleg ugyanazt csináljuk, mint eddig. Ugyanúgy iterátorral, ugye a legmagasabb elemet a first-re állítjuk, és akkor ezután megyünk szépen végig rajta. Megyünk az utolsó elemig, és ugye szépen léptetjük, és ugye itt mondjuk azt, hogyha az aktuálisnál nagyobb B, igen, akkor a legmagasabb legyen ezen túl B. Jó, tehát itt csak átállítjuk a pointert a legmagasabbra. Ugye itt ez az iter, ez majd pointer lesz. Valamilyen pointer. Jó, az iterátor megbeszéltük, az mindig pointer. Jó, tehát valamilyen pointer lesz. Ugye azért kell sablonosítani, mert így akkor bármilyen típusú pointerre működni fog. Jó, és itt ugye tényleg csak azt, hogy annyit csinálunk, hogy
a legmagasabb elemre állítjuk a pointert. Jó? Ugye itt azért kell ez a csillagozás, hogy ugye az értékeket lássuk. Jó, és hogyha jól dolgoztunk, akkor simán csak visszaadjuk ezt a pointert. Reméljük legalábbis, hogy jól dolgoztunk. Na és akkor ezt használjuk is. Így van. Kérünk el egy ilyen mylist iterátort, mert ugye ilyen iterátort fog majd nekünk visszaadni a... Így van, tehát egy ilyen iterátort fog nekünk majd visszaadni a high függvény. MyList, de ugye azért ne felejtsük sose a típust, mert ugye az iterátornak is tudnia kell, hogy milyen típusra működjön. Jó, tehát kell egy ilyen MyList iterátor, integer MyList iterátor, csak hogy pontos legyek. És akkor ezt fogjuk majd megkapni a high függvénytől. És ugye mit kell átadni a high függvénynek? Hát ugyanúgy, ahogy szerdán is csináltuk, a lista elejét, illetve a lista végét, és ugye ez a lista, ez már a konkrét példányunk itt, amit föltöltöttünk valamilyen értékekkel. Jó, rendben van. Hát elvileg ennyi, és akkor nyilván, ha már ez megvan nekünk, akkor írjuk is ki. Ugye a legmagasabb elem, ugye csillag P, és ugye egy endline, meg ugye a szokásos dolgok. Hát reméljük, hogy jól dolgoztunk. Most egy include biztos hiányzik, úgyhogy azt még betesszük, csak ha már a kiírás miatt kellett. Jó. Hát, reméljük a legjobbakat. Nyitok egy terminált. Ugye itt vagyunk az órába. Azaz, igen. Rögtön elsőre. Jó. Jó. Na, próbáljuk is ki. Ugye itt azt kéri most tőlünk, hogy írjunk be számokat. Hát írjunk be párat. És Ctrl-D-vel meg tudjuk állítani. Jó. Hát és még a végén jó is működik, mert kírja nekünk a legmagasabb értéket. Jó. Na hát remélem, hogy nagyjából világos volt ez a kis bevezető rész. Amire itt ki akarok térni, és Stoki is jelezte, hogy ugye ez egy két irányba láncolt lista lenne, mert hogy van szukcesszív megelőző, és itt a push frontnál nem csináltuk meg azt, hogy az addigi első elemnek a szukcesszív pointerét ráállítjuk a first-re. Ezért mondom, hogy nem teljes most ez az implementáció, jó? Nem akarok ilyenekkel vacakolni, de Stoki nagyon éles szemmel észrevette, hogy valóban ez hiányzik, jó? Nagyon-nagyon sok minden egyéb hiányzik. Hát ha most ezt refuttatnánk egy Wallgrind-ra, szerintem csóri program agyvérzést kapna. Jó, mert az is hiányzik, hogy ugye itt, ahogy mondom, heap-et használunk, ugye már itt a konstruktorba is, tehát jó, ez tényleg csak ilyen szemléltető példa. Amire fölhívnám a figyelmet, és egy úgymond ilyen special operátornak mondanánk, mert hogy ugye nyilván ezek ilyen alapoperátorok, ugye a plusz, plusz, minusz, minusz, ugye az egyenlő, nem egyenlő, hogy ugye a csillag operátor, tehát a dereferencia operátor használta, ugye ez konkrétan itt jön elő, jó? Tehát itt jön elő az, hogy ezt használjuk. Ugye látjuk, hogy a P az egy iterátor típusú objektum, és ugye az iterátor osztályban van definiálva az, hogy hogyan használjuk ezt a,
ezt a dereferencia operátort. És ez itt van. Jó? Tehát amikor azt mondjuk, hogy csillag P, akkor ez a csillag P, ez egy elemreferencia lesz. Tehát egy elemtípusú referencia. Ugye a sablonosztály miatt ez ugye fordítási időben leképeződik egy konkrét típusra. Esetünkben ez most egy integer. Mit is szeretnénk csinálni? Ahogy itt mondtam, csak fölvillantom megint ezt a csodálatos ábrát, hogy valami olyasmit szeretnénk, hogy van nekünk ugye ez a listánk, és ebbe a listába szeretnénk ilyen mondatokat, sorokat tárolni, hogy ezeket a sorokat külön-külön elérve szerkezgetni. Hát mondom, csinálunk egy ilyen saját kis dokumentum adatszerkezetet, amiben ezt meg tudjuk tenni. Na, úgyhogy akkor kezdjük is el. Jó, és akkor ez lesz a 04 dok. Jó. Na, az egyszerűség kedvéért a sorok azok karaktervektorok lesznek. Jó? Tehát tényleg az egyszerűség kedvéért most nem akarom bonyolítani, sima standard névtérbeli vektor, ez a karakter típusú vektor lesz. Viszont erre vezessünk már be egy aliaszt, hogy ne kell mindig kiírni. Csak tényleg ezt majd ne felejtsétek el, hogy tehát tartsátok mindig észbe, hogy ez a line, ez egy sima karaktervektor. Jó, tehát semmi különös, csak egy alias a karaktervektorra. És akkor még mielőtt elfelejteném, rögtön be is tesszük a vektort. Jó. Eddig akkor szuper. Tényleg nem akarom túlbonyolítani a dolgot, legyen csak simán egy karaktervektor ez a sor. Jó. Na most nyilván az, hogy egy ilyen sort hogyan reprezentálunk, hát ez sokféleképpen lehet. Mit tudom én, bizonyos karakterszám, vagy valami pontok, vagy tudom én. Hát itt most tényleg az egyszerűség kedvéért maradjunk a peren karakternél. Tehát ezt ide is írom kommentbe, hogy ez a sima peren karakter literál. Mert nyilván ezt így nekünk így a legkönnyebb kezelni, meg úgy egy sor, úgy nekünk programozóknak ez egy sor. Jó? Nyilván, hogyha ilyen sima szövegezésről lenne, szóval az inkább egy bekezdés talán, de ebbe most nem menjünk bele. Legyen az a sor az a két peren közötti, de nyilván a sorzáró perent is beleértve karakterek sorozata. Jó, nem ragozom tovább, hanem akkor kezdjük megírni. Ugye, hogyan nézne ki nekünk ez a dolog? Ugye, hát ezt is sima struktúrába fogom írni. Ez a dollár nem tudom mit keres itt, de mondom, ez az autocomplete néha olyan vicces tud lenni. Jó, tehát sima struktúrába fogjuk megírni most ezt az egyszerű kis dokumentumot. És akkor, hogy milyen tagjai vannak neki, hát egyrészt van ugye egy, tehát ugye a dokumentum miből áll, sorokból áll fog állni. És akkor itt a sorokra már használjuk a sima standard névtérbeli listát. Jó? Tehát nem azt a listát, amit mi írtunk, mert ez egy nagyon tróger valami, hanem ezt a sima, tehát ezt a rendes listát. És miből áll ez a lista? Hát sorokból, de tudjuk, hogy a sor az egy alias, karakterekből fog nekünk ez összetevődni. Jó? És akkor hát line-nak hívjuk line-nak. Jó. Oké is. Rendben van. Na, és akkor kezdetbe kéne nekünk egy konstruktor is. Hát mit csináljon ez a konstruktor? Igazából ugye üres dokumentumot hozzunk létre, persze itt majd lehetne másolás, meg mozgatás, meg mit tudom én, ezeket most nem fogjuk implementálni, csak tényleg a nagyon alap esetet, amikor egy üres dokumentumot hozunk létre, üres sorokkal,
sor, hát konkrétan egy üres sorral. És akkor ezt pedig úgy tudjuk, hogy ebbe a listába, hát a végére, legyen a vége, létrehozunk egy ilyen üres sort. Jó? Ahogy az előbb is csináltuk, ugye egy dokumentum nem az üres, mert nincs eleme. Fontos, hogy legyen egy eleme, hogy az iterátort tudjuk állítani, tudjuk majd paraméterezni. Tehát egy elem kell, hogy legyen, és ez az elem legyen üres. Nyilván meg kezdetben nincs benne szöveg, nincs benne semmi, de legyen benne egy sor. Jó. Hát egyelőre alapvetően a dokumentumunk ennél többet nem nagyon fog igényelni. Ugye, amit kéne még, hogy hogyan teszünk bele szöveget, tehát hogyan olvasunk bele szöveget. Hát ide lehetne függvényt írni, de az milyen már, hogy függvényt írunk. Ne függvényt írunk, mert nem Java-ba programozunk, hanem legyen operátor. Jó? Én szeretem az operátorokat. És ugye az operátort szokás kívül deklarálni, meg kívül definiálni, úgyhogy ezt tegyük is most meg. Egy ilyen e-stream operátort fogunk csinálni, tehát amivel majd fogunk beolvasni, operátor. Nehéz egyszerre írni meg beszélni, ezt meg kell szokni. Nem egyszerű. És ugye, hogy milyen operandusai vannak ennek a operátornak, hát egyrészt ugye van egy e-stream, tehát hogy honnan fogunk beolvasni, ez egy input stream referencia lesz, tehát egy referencia egy input stream objektumra, illetve nyilván kell nekünk a dokumentumunk, amiben olvasunk. Így van, ez egy dokumentum referencia lesz. Jó, hát tehát az a dokumentum osztály struktúra, dokumentum objektum, amiben fogunk olvasni. Jó, lassan közeledik a dél, aztán kezdek megéhezni, és ilyenkor már tényleg nehéz azért koncentrálni. Jó. Na és akkor itt pedig hát ilyen nagyon GP módon fogjuk beolvasni a karaktereket, pontosabban a szöveget szépen így karakterről karakterre. Hát ezért elnézést is kérek, de tényleg ez ilyen nagyon, nagyon alacsony szintű dolog lesz most. Így van. Tehát itt amíg van karakter, tehát amíg ugye az input stream-ről ugye érkezik karakter, ugye ez a get függvénnyel, addig fog nyilván ez a ciklus futni, és akkor egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy van nekünk ez a dokumentumunk, annak van ugye a line tagja, ami ugye egy lista. A listának van egy olyan tagja, hogy back, ami visszaadja nekünk a lista utolsó elemét, de az ugye egy line lesz mindenképpen, és ennek a line-nak az utolsó eleméhez kell hozzáfűzni azt a karaktert, amit mi beolvasunk. Tehát itt egész egyszerűen kell egy pushback, aminek paraméterről átadjuk a karaktert. Agyvérzés mi? Tehát még egyszer, van nekünk a dokumentumunk, annak van ugye, tehát a dokumentum objektumunk, ami ugye struktúra, annak van a line tagja, itt, ami egy lista. A listának van egy back nevű tagfüggvénye, ami visszaadja ennek a listának a legutolsó elemét, ami egy konkrétan már egy line lesz, tehát egy ilyen vektor. A vektornak meg van egy pushback tagfüggvénye, ami annyit csinál, hogy a vektor végére fölfűzi azt, amit paraméterül átadunk, tehát konkrétan a karaktert. Oké. És akkor így szépen egyesével fűzzük föl a sorunkba a karaktereket. Nem azt mondom, hogy nem lehetne elegánsabban is megcsinálni. Hát most csináljuk így. Jó.
Na, amit még fontos, le kell kezelnünk egy dolgot. Ugye beszéltük azt, hogy a peren lesz az elválasztó. Egész egyszerűen annyit fogunk csinálni, hogyha ez a karakter egy ilyen peren karakter, akkor annyit kell csinálnunk, hogy ide a, ebbe a listába be kell illesztenünk egy üres sort. Tehát készítsen egy üres sort nekünk. Jó. Nyilván nem kell túlagyalni, simán csak a végére egy új sort. Tehát egy új sort beilleszt tulajdonképpen a listánkba. Jó, rendben van. Jegyzetre rápillantok. Okés. Jó. Eddig ez rendben van. Viszont egy dolog még kell. Csak fölírtam itt magamnak a jegyzetet, csak már jegyzetet se értem. Jó. Igen. Jó. Tehát ez annyit fog csinálni nekünk, ugye, hogy olvassuk szépen a bemenetet. Szuper. Végeztünk a bemenettel, de mi van, hogyha a bemenet végén nem új sor karakter van? Az meg tudja zavarni a dolgokat. Ezért ezt az esetet le kéne kezelni. Tehát végeztünk a beolvasással. Tehát kéne egy olyan eset, hogyha a sorunk vége back, tehát elkérjük az utolsó sort, és az nem üres. Jó, ez fogja ugye azt mondani nekünk, tehát hogyha a dokumentumunk utolsó sora, tehát a legutolsó sora nem üres, tehát a size nem nulla. Hogyha a size nulla, akkor az azt jelenti, hogy a sor üres. Akkor csináljunk már egy új sort a végére. Ugye nyilván, hogyha perennel van vége a bemenetnek, akkor ez úgyis le fog futni, tehát ez rendben lesz, csak ez itt nulla lesz. És akkor ez itt false lesz, tehát itt nem fog semmi történni, de hogyha nem perennel ér véget, benne van a pakliba, kézzel simán beírunk valamit, akkor az nem perennel fog véget érni. Akkor dobjunk már ide egy új sort. Jó, ez csak egy ilyen egyszerű kis eset, ezt tegyük meg. Mondtam, hogy olyan nagy hiba kezelésre ne számítsatok, de ennyi azért mindenképp kell bele. Jó, és akkor adjuk vissza ezt a input stream objektum referenciát, per ezt kélitörünk az operátor. Jó, ezzel fogjuk majd tudni láncolni egyébként, de mindegy egyébként is a teljesség kedvéért ott kell, hogy legyen. Na, hát még közel se vagyunk kész, és rohamosan telik az idő. Jó. Na, akkor ez megvan nekünk, most jön akkor az iterátor. Ugye kell nekünk most egy iterátor. Ugye, amivel végig fogunk majd tudni menni ezen a dokumentum adatszerkezeten. Hát ezt ide legelőre írom, mert majd a dokumentumon belülre is kell tagfüggvényeket készítenünk. Így van. Jó. Tehát akkor kezdjük itt ezt a textiterátort. Hihetetlen, hogy nem tudom elsőre leírni. Na, és akkor mi legyen nekünk ezen az osztályon belül? Hát egyrészt kéne nekünk egy iterátor, ami a sorokon megy végig, meg kéne egy iterátor, ami a sorokon belül a karaktereken megy végig. Szerencsére mindkettő készen van, tehát azt nem nekünk kell megírni. Ugye nyilván a sorok azok tulajdonképpen listákban vannak szervezve, tehát itt tudjuk használni a sima lista operátort, a standard névtérbeli lista operátort, ami sorokra van értelmezve. És akkor ez lesz a soriterátor, illetve kell nekünk a... Hát használjuk az aliaszt, ha már bevezettük. Kell nekünk a soron belüli
iterátor, ami már a konkrét pozíciót fogja nekünk megadni, tehát hogy a soron belül konkrétan melyik karakteren vagyunk. Jó. Hát ezeket privátként definiáljuk, mert, vagy deklaráljuk, mert privátként kell. Jó. És akkor jöjjenek a publikus tagok, ugye az interfészhez, az iterátorhoz. Hát egyrészt kelleni fog nekünk nyilván egy konstruktor, az mindig szokott kelleni. Így van. És akkor ez a text iterátor, ennek mi kell? Ugye egyrészt kell ugye a paraméter, ugye a sor, meg kell ugye a soron belül a karakter. Hát a listát is lehet, hogy aliaszolni kellett volna, de mindegy, most már így marad. El, mert hogy ugye ez a lokális lista line iterátor lesz, illetve kell nekünk egy line iterátor, ami meg ugye a pozíció lesz. Ugye ez azért kell, hogy tudjunk iterátort például készíteni már konkrét pozícióra is, és akkor ezt ugye értékül adjuk ugye a lokálisaknak. És reméljük nem rontjuk el. Jó. Így van. Hát a konstruktor szerintem ennyi, ott nem nagyon kell tovább cizellálni a dolgokat. Jó. Oké, és ami mindenképp kell, úgy ahogy az előző esetben is kell a dereferencia operátor, ami most egy karakterreferenciát fog nekünk visszaadni ezúttal. Hát, simán csak legyen így. Return pause. De ugye mivel, hogy az egy iterátor, ezért dereferenciáljuk. Oké, és hát mi kell még ugye? Kell a plusz-plusz, nyilván, hogy végig tudjunk menni. És az is egy text iterátor referencia lesz. Lassan már tényleg ledőlünk a székről, mert annyi minden kell. Jó, ezt kívül fogom majd definiálni, mert ez egy kicsit hosszadalmasabb. És ugye megint kell az egyenlő, nem egyenlő. Hát ezeket is elegánsabb lenne kívül, mert ott szoktuk, de hát most itt szokjuk. Jó, és akkor ennek mit is kell átadni? Hát nyilván egy másik text iterátor referenciát. Ez lesz ugye a külső. Igen, ez lesz a... Oké, és akkor itt vissza kell nekik adni egyrészt a line. Ugye? Igen, a line-t. És a, át kell neki adni a poszt. Mert ugye két ilyen text iterátor akkor lesz egyenlő, hogyha ugyanabban a sorba és ugyanabban a pozícióba vagyunk. Hát mondjuk lehet, hogy a poz is elég lenne, mert meglepődnék, ha... Hát mindegy, a teljesség kedvéért csináljuk így. Ne sort kell olvassunk. Stoki, nagyon éles szemed van, köszi. Igen, nem mindegy, hogy adjuk az értéket. Mondjuk szerintem hibát se lett volna, de köszi, hogy kiszúrtad, köszi. Jó, na, és akkor írjuk meg a nem egyenlő operátort is, ami már kicsit elegánsabb lesz. Mert itt már majd alapozzuk az egyenlő operátorra. Jó, tehát ott már ezt fogjuk csinálni, hogy ugye átadjuk a self-referenzt, megnézzük, hogy az egyenlő-e a másikkal. Jó, de nagyon fontos, hogy
ez nem egyenlő. Jó? Tehát itt már alapozzuk a nem egyenlőt itt az egyenlőre. Jó. Szerintem a textiterátorban más nem kell. Ugye, ami még kéne, ugye meg kell írnunk ezt az operátort, úgyhogy ezt tegyük is meg. Hát, hova írjuk? Írjuk ide mögé. Jó, tehát akkor ide megírjuk ezt a plusz-plusz operátort. De miért STD-zek én? Nyilván ez egy textiterátor referenciát fog majd nekünk visszaadni. Operátor plusz-plusz. És akkor nézzük. Ugye mi az, ami ennél a dokumentumnál értelmezve van, vagy hát miért is érdekes ez? Ugye szépen egyesével megyünk végig ugye a dokumentum karakterein. Ugye, ami alapértelmezetten működik, hogy léptessük a poszt, tehát a soron belüli vektor iterátort. Jó, tehát az biztos, hogy léptetnünk kell. Na de ugye hát nyilván vannak esetek, amikor tehát vannak speciális esetek, például amikor a sor végén vagyunk, vagy ilyesmi, akkor ezeket most le kéne kezelni, tehát hogyha a pozíciónk az egyenlő a sor végével. Most a sor végét azt úgy tudjuk, hogy ugye van nekünk a lista iterátorunk, tehát ott a így van, tehát amikor a sornak a végén vagyunk, de ez ugye nem a sor vége, így van, tehát ezt még dereferenciálnunk kell, mert ugye akkor leszünk a sor vége, meg hát a sor az amúgy is egy pointer, mindegy, lehetne nyíllal is maradjunk most ennél, akkor ugye léptessük egyet a sorunkat, a sor iterátort léptessük egyel, legalábbis remélem, illetve ezen felül a pozíciót pedig állítsuk a sornak az elejére. Yeah. De akkor a zárójelezést meg semmiképp sem rontsuk el. Jó? Tehát ezt a special case kell ugye lekezelnünk, hogyha a sor végén vagyunk, akkor léptessük ugye a sor iterátorunkat, a pozíció iterátorunkat, tehát a soron belüli vektor iterátort pedig állítsuk a sor elejére. Hát nagyon komoly special case, na mindegy, jó, tehát ezt mindenképp meg kell tennünk. És ami még itt kell ugye az, hogy szokott módon a self-referenced dobjuk vissza a hívónak. Jó. És lepillantok, van ilyen fantasztikus jegyzetem. Még mindig füzetbe írok. Oké. Na de ahhoz, hogy egy iterátor tudjon működni, ahhoz a osztályon belül, amiben deklaráltuk, kell, hogy legyen begin és end. Begin-end függvényeket kell nekünk ide definiálnunk, úgyhogy ezt most tegyük is meg. Tehát kell egy begin, ami egy ilyen textiterátort fog nekünk visszaadni. Ugye, hát mit csináljon a begin? Hát adjunk vissza egy új textiterátort, tehát egy ilyen textiterátor objektumot, adjon vissza, úgy, ami úgy van példányosítva, hogy a sornak az eleje, illetve a soron belül, nem. Tehát egyrészt a lista eleje, bocsánat, mert ugye a textiterátornál úgy vagy az első paraméter ugye a lista,
tehát a lista első elemet, tehát az első sorra mutasson a lista iterátor, a line iterátor pedig mutasson a lista első elemére, tehát az első sorra, és azon belül a legelső elemre, tehát a sor legelső karakterére. De mivel tudjuk, hogy ez egy iterátor, ezért ezt is dereferenciáljuk. Tudom, rettenetes, meg használtnánk a nyilat, most legyen így, mindegy igazából. Jó, tehát a beginnek ezt kell tudnia. Igazából, hogy adjon vissza egy ilyen textiterátort, ami a dokumentum legelső karakterére mutat gyakorlatilag. Jó. Csináljuk az endet. És az ennek mit kell tudnia? Így van. Az ennek egyrészt azt kéne tudnia, hogy... tehát, hogy a legvégére mutasson. De nem is a legvégére. Ugye beszéltük azt, hogy a legvége az egyel a legutolsó után van. Tehát nem a lastra, hanem az egyel előtte lévő elemre. Ezért most azt fogjuk csinálni, hogy csinálunk egy ilyen last elemet, aminek hát elegánsan ezt a típust adjuk. A lusta programozó a legjobb programozó. És léptessük egyel visszább. Jó, és ez lesz a szövegnek a legutolsó karaktere. És akkor erre adjunk vissza egy textiterátort. Jó, tehát egyrészt a lastra, így van, tehát a soriterátor az utolsó lesz. A karakter, tehát a vektoriterátor, ugye a soron belül, az pedig ugyanúgy, ahogy az előbb is, ugye a lastnak az utolsó karaktere. Jó? Ugye azért is kell ez, hogy egyel visszább léptessük, mert beolvasáskor a lista legutolsó eleme, tehát a legutolsó sor, az egy üres sor. Jó? Mert automatikusan egy üres sort rakunk be mindig a legutolsó elemnek. Tehát vagy a beolvasás miatt, vagy azért, mert ugye ott implicite, vagy explicite kértük, tehát ugye itt emlékeztek rá, de explicite kértük, hogy mindig legyen egy üres sor a dokumentumunk végén. Ugye ezért kell egyet a soriterátort visszaléptetni, hogy ne erre az üres sorra mutasson, hanem egyel elé. Jó? És annak már van utolsó karaktere. Jó. Hát szerintem az end is így okés lesz. De majd a puding próbálja az evés, szoktuk mondani. Jó, beginent megvan. Oké, és akkor szerintem elkezdhetünk írni egy main-t hozzá. Csak hogy most már ki is próbáljuk. Hát itt úgy gondolom, hogy legyen már paraméter. Mert majd fogjuk ezt használni. És fájból olvassuk be a szöveget. Jó, olvassuk be fájból a szöveget. Hogy is van az input file stream? Azt hiszem így van az objektum neve. És akkor ezt pedig paraméterül adjuk át az input, igen, a fáj nevet, majd paraméterül fogjuk átadni. Jó, hát, csak a teljesség kedvéért legyen egy kis hibakezelés. Mert itt a fáj neveket az hagyományosan el szoktam írni. Na, csak megtalálom a parent, és akkor lépjen ki a program. Jó. Na, és akkor itt csináljunk egy példányt erről a dokumentum struktúráról. Jó, és akkor használjuk az operátort, amit megírtunk. Tehát olvassuk be a fájlból ebbe az objektumba a
szöveget. Ha jó az operátor, akkor ez működni fog. És hát nyilván ez amúgy is kell. Return 0, de csak hogy lássuk, hogy nem árulok zsákba macskát, ezért írjuk már ki ezt a idokot. Jó? Tehát legyen egy ilyen printelés. És akkor még kéne a print függvény. Hát, ugye mivel hogy van Franco iterátorunk, ezért ez egy viszonylag egyszerű dolog lesz. Hát remélem fog működni. Remélem fog működni. Szí vagy igen. Meglátjuk. Jó, és hát dobjunk még egy új sor karaktert utána, bár szerintem az azzal nem lehet gond. Elvileg ez így fog működni, mert ugye ez a for each ciklus, vagy range for ciklus, bocsánat, ez iterátorokat hív segítségül, amikor ilyet csinálunk, és egy iterátorral fog szépen végigmenni. Na de próbáljuk ki. Előkészítettem itt egy szöveges fájlt. Így van. Na. Ezt az egyszerű kis szöveges fájlt. Ez a doktori diszertációmnak ilyen bevezetője, vagy ilyen abstraktja, vagy summary-je. Na, csak kinyögöm. Jó, ezt fogjuk most használni. Csak ez másik mappában van, úgyhogy át kell másolni ide. Jó, na hát fordítsuk. Ugye ez a 0-4. Ez az siker. Jó, semmit nem inkludoltunk, ugye? Akkor itt az ideje. Jó, ami biztos, hogy kell, az kellni fog lista. De ne írjam el. Jó, a kelleni fog az IO stream, mert ugye kiírás is van. Oké, és kell még. Hát string. String, mintha kellene. Fordítsuk és akkor nézzük. Vannak itt más hibák is. F-stream is kelleni fog. Hát azért van itt hiba, de majd mindjárt javítgatjuk őket. Alakul. Jó, itt ír egy hibát. Valami pontos veszély probléma van. A fordító barátunk. Még mindig van hiba. Ugye 44. sor. Jó hosszú sor.
Nem látta senki. Senki nem látta. Jó, fordítsuk újra. És... jó, itt akkor mi a nyűgje? 71-es ugye itt a kiírásnál. Miért konst? Annak nem kéne annak lenni. Ugye a textiterátor az belül van. Na, még a végén úgy néz ki, hogy jók leszünk. Jó, 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 alakul a dolog. Na, és akkor kutassuk is. 04, jó, kéne fájnév. És akkor test.txt. Tökéletes. Ugye mi történik? Ugye itt beolvassa a szöveget. Ugye itt nyilván megnyitjuk a fájlt, azzal most nem akarok foglalkozni. Példányosítunk egy ilyen MyDoc objektumot. Ugye a MyDoc-on belül, vagy hát pontosabban ezzel az operátorral, ez ugye nem a MyDoc-on belül van, hogyha ha pontos akarok lenni, ezzel az operátorral, amit mi itt megírtunk, ezzel szépen beolvassuk karakterről karakterre a fájlból a szöveget, és akkor itt ez szépen meg fog nekünk jelenni. Ugye egyrészt úgy, hogy nyilván sorról sorra, másrészt a sorokon belül pedig ugye karakterről karakterre szépen beolvassuk ezt a dokumentumot. És ugye ez meg lesz nekünk ugye a memóriába. Tehát szépen ez a memóriába akkor már itt megvan. Ugye a printer meg egész egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy fogjuk és kinyomjuk ezt a dokumentumot. Tulajdonképpen a standard out-ra, ugye ezzel az autóval. Pontosabban ezzel a range for ciklussal. Na, csak kitalálom mondani. Jó. Nagyon fontos, hogy ez a range for ciklus, ez az iterátorokat használja. Jó. Tehát az iterátort fogja használni. Ugye annyit csinál, hogy a D dokumentumban megnézi, hogy van-e definiálva iterátor. Ha van, akkor szépen azt elkezdi használni, és ugye a C az már egy ilyen dereferenciált cucc lesz, tehát ezért nem kell ide a csillag C majd, mert ez már konkrétan egy elem referencia lesz. Jó, azért használjuk az autót itt is, meg itt is, hogy ne kelljen kiírni. Jó, ugye mondtuk, hogy a lusta programozó a jó programozó, ne kelljen kiírni. Ugye az end az úgy is meghatározza azt, ugye a függvényhívás az visszaad valamit, és az már meghatározza azt, hogy annak milyen típusa van. Tehát minek kiírni, ha úgy is tudjuk. Jó, egyébként kiírhatjuk, mert ez egy line iterátor lesz, ez meg egy textiterátor. Jó, tehát egy rendes textiterátor lesz. Okés. Na, akartam még mutatni pár dolgot, viszont az időnk lejárt. Szerdán fogjuk folytatni, még ezt fogjuk egy kicsit rákcsálni, ezt a dokumentumot. Pontosabban ezt a dokumentum adatszerkezetet, amit mi itt írtunk. Ezzel fogunk még foglalkozni, mert így azért ez most még egyelőre nem annyira látványos, hogy beolvasunk egy szöveget, majd kiírjuk. Tök jó, és akkor mi van? Hanem azt fogjuk még csinálni, hogy pár ilyen apróságot megcsinálunk, például az, hogy ilyen restringeket keresünk benne, megpróbáljuk azt, ezt a ilyen find and replace-t csinálunk, majd meglátjuk, hogy mennyi, mert az azért lehet, hogy egy kicsit sok idő, meg tényleg ilyen alapdolgok, hogy ez a karakterek megszámolása. Okés. Na, akkor én most megköszönöm a figyelmet, mára ennyi lett volna. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy figyelemmel kísértétek ezt a videót, és ennek a kis dokumentumadat szerkezetnek a megírását.